Az ünnepség elején vette át kiemelkedő munkájáért Szabó Árpádné és Kisné Sós Renáta az elismerést. A szociális ágazatban dolgozókat meglepetésként érte a jutalom, de nagyon örültek, hogy vezetőik őket jelölték a díjra. Ez egy szolgálat, ez csak alázattal lehet csinálni, és nagyon kevés a sikerélmény egyébként a területünk, de minden egyes apró siker ezért sokkal többet ér nekünk. Voltak kellemes élmények, voltak negatív élmények, de minden mellett nagyon szeretek itt dolgozni, és szeretem az idős embereket, szeretem a kollégáimat, igyekszem szívből végezni a munkámat. Az elismerést a szociális munkanapja alkalmából adták át az érintetteknek a Medgyeszai házban, ahová a város összes szociális intézményéből meghívták az ott dolgozókat. Ma este 130 embert látunk vendégül. Nyilvánvaló ettől többen dolgoznak a szociális szférában, de az idősek otthonában most is kell, hogy ápolják a betegeket, tehát mindenki nem lehet itt. Mondhatnám azt, hogy ennek duplája az a létszám, ami a szociális szférában dolgozik. Dénes Sándor polgármester az ünneplőket köszöntő beszédében elmondta, a szolgálat lényegét a mások iránti felelősség, a mások ügye és problémája felé való odafordulás jelenti. Ezért is vállal közösséget a város a szociális ágazatban dolgozókkal. Talán ez a mai nap legfontosabb üzenetésem, hogy még inkább megmutatkozzon önök, milyen sokat tesznek az itt élő, segítségre szoruló embertársaiokért. Mert sajnos sokszor ez a másokért végzett szolgálat a háttérbe szorul. Az áldozatos munka nem mindig látszik, és nem kapja meg azt az elismerést, azt a köszönetet, amely megilletné. A szociális szférában dolgozóknak zenés táncos műsorral is készültek a szervezők. A jó hangulatról a Kaposvári Rockszínház gondoskodott.